Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, június 5-én. Milyen témákat közöl velünk a mai nap? Ma teli hold van, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll, mint egy mérleg. És azt ki kell, hogy egyensúlyozzunk. A mérleg egyik felében vannak az anyagiak, de ez nem csak pénzügyi dolgokat jelent, hanem az értékeket, egy értékes barátságot, vagy a hivatást, vagy egy értékes szerelmi kapcsolatot. A mérleg másik felében vannak az érzések. És oda kell, hogy figyeljünk. Amennyiben vannak félelmek, bizonytalanságok, azt le kell, hogy zárjuk, és fontos az, hogy megbízzunk valamiben, vagy benne, vagy magunkban, és érezzük a szeretet hatását. Ha mi megkapjuk ezt a szeretetet, akkor legyünk nyitottak erre a kapcsolatra. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem mindenütt. Amennyiben mások megbántanak bennünket, nem kell ott megállni, vagy ezen elgondolkozni, hanem tovább lépni. Tegyük túl magunkat ezeken a helyzeteken. Mert ha ezzel mi foglalkozunk, akkor az fáj. Inkább figyeljünk oda arra, hogy tudnánk ezeket a kapcsolatokat lezárni. Amennyiben sikerül ezt a könnyűséget a mai napon érezni, lesz egy jó hír. Nagyon jó beszélgetések. Vagy egy hír, egy meglepetés, vagy egy ajándék. De az is előfordulhat, hogy kaptok egy szerelmes levelet. És ez volt a bepillantásom a mai napra ezzel a felvétellel, mi szó is június 5-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!